A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy veretes életút pillanatait fogjuk megbeszélni, beszélgetni erről, annál is inkább, mert hogy ez számunkra nagyon fontos. Vendégem Bor Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetem tudományos munkatársa, a Gyártás Tudományos Technológiai Tanszéken. Emellett természetesen megszólítjuk a Fehér Szövetség társelnökét, a Fehér Mag Szövetség elnökét, a Szent György lovagrend lovagját, mindarról fogunk beszélgetni, ami nagyon-nagyon fontos ebben a felgyorsult 21. században, mert én azt hiszem, hogy a magyar veretes múlt, a magyar történelem nagyon sokat köszönhet, mármint jelenben a Fehér Szövetségnek is. Ahhoz, hogy azonban eljussunk eddig, kell, hogy szó essék az indítatásról, a családról, a tanulmányokról, hiszen azt hiszem annál fontosabb nincs, mint mikor egy cseperedő gyermek hivatást választ. Hát igen, 1960-ban születtem itt Székesfehérvárott, és hát a családi lakásunk az egy érdekes tér, három nevet viselt ebben a korszakban, pontosabban születésem előtt még Horthy Miklós tér volt, majd születésemkor Marx tér, és ez volt a gyerekkorom élettere. A gyönyörű Békás szökőkúttal talán sokan emlékeznek még rá. És hát ma pedig harmadik Béla király tér. Hát ez az valahogy olyan is, mint az én utam, hiszen az én szüleim azok pártmunkások voltak, nem mondhatók vallásosoknak, és én mégis valahogy arra az útra családommal, két gyermekemmel arra tértem, hogy Isten hívő lettem, és hát követve szüleim példáját lelkiismeret szerint végzem munkámat, életutamat. Ők döntöttek annak idején, hogy ne gimnáziumba menjek. Én a második Rákóczi Ferenc általános iskolában végeztem, jó eredménnyel, tehát mehettem volna a nevesebb József Teleki gimnáziumba, de ők azt mondták, szakmát, fiam. És így lettem gépész, és a gépipari technikumból lett szakközépiskolába. Éppen a mi időszakunk alatt a második évig végzősök, amikor én még másodéves lettem, akkor még technikusi oklevelet kaptak, mi már esztergályos, illetve marós és egyéb szakmunkás oklevelet, illetve középfokú gépész szakmunkás levelet kaptunk. Hát így kézenfekvő volt a műegyetem folytatásként. Ott hát viszonylag nagyon jó eredménnyel sikerült végeznem. Bennmaradtam a műegyetemen, és hát tulajdonképpen azóta az első és az utolsó munkahelyem. Igen, hát tudományos munkatársként. Ami viszont nagyon fontos az életutatban, hogy mikor jött el az a pillanat, amikor azt a legendás mondatot magadévá tetted, hogy a magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdés. Igen. Hát nagyon érdekes ez az út, mert én, amikor a váltás megtörtént Magyarországon 1989-ben, én addig a közéleti affinitásomat a lehetséges pályákon éltem ki, tehát nem voltam soha hivatásos politikus, de természetesen az akkori ifjúsági szövetségben és mindenféle mozgalomban részt vettem, és akkor én úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy mi lelépjünk, akik ebbe megmártoztunk bármilyen formában is, és eltűntem, gyakorlatilag a szakmával foglalkoztam, tehát európai projektek akkor indultak, még nem is voltunk uniós tagok, még nem volt euró, EQL számolás volt, és hát pályázatok elindultak viszont a lehetséges belépő államok számára, és ekkor hát elindult egy olyan karrier, amelyik hát a nemzetközi tudományos életbe vezetett, rengeteg projektet vezettem, és bizony elmerültem a kutatásban, ezzel foglalkoztam.
Aztán történt először talán a Magyarok Világszövetsége indított egy szavazást a kettős állampolgárságról, és az engem nagyon szíven ütött, hogy sikerült félrefuttatni oly módon, hogy gyakorlatilag a pártok vagy mismásoltak a téma fölött, vagy pedig ellenezték, hát ugye tudjuk kik, és akik képtelenek nemzettudatban gondolkozni. És hát sajnos akkor már volt egy rúgás afelé, hogy nem csak a tudománnyal kellene foglalkoznom, és leginkább lokálpatrióta módon mindig is ezt vallottam. Székhelyként, a székhely környékén kell affinitást kifejezni. Tehát, tudjuk, a lokálpatrióta nem idióta, mondhatjuk, és a patrióta sem. De melyik volt az a pillanat, amikor úgy találkoztál a múlttal, hogy bizonyos voltál benne, hogy ezt tovább kell vinni, és olyan szinten kell tovább vinni, hogy meg kell ismertetni mindazokkal, akik hajlamosak erről elfeledkezni? Hát ez az őszödi beszéd volt. Én éppen Portugáliából jöttem vissza, és a tévébe végignéztem a teljes közvetítést, és így még döbbenetesebb volt az a hazugság, amit másnap mondtak, miközben a tévé egyenesbe közvetítette még azt a pillanatot is, amikor bevonultak a székházba, tehát a tévé székházba a tüntetők. Úgyhogy az összödi beszéd után jött el az a pillanat, hogy erősebben kezdtem a közélettel foglalkozni, és hát utána nem sokkal megalakult a Magyarok Szövetsége. A Magyarok Szövetségében sajnos nagyon sokan naívan, közéleti gyakorlat nélkül robbanásszerű váltást feltételeztek, és ezért úgymond szétesett. Mi viszont megmaradtunk, viszont Fehér Szövetség néven alakítottuk meg a szövetséget 2009. június 25-én, úgyhogy azóta igen, létezik. Ez egy fontos, és most egy ugrunk az időben egy kicsit, mert én láttam rólad egy videót, és egy fantasztikus gondolatsor, ami azt mondom, hogy a Fehér Szövetség megalakítására is igaz lehet. Azt mondtad, hogy tizedekre van szükség, védenek, bátorítanak, tanácsot adnak. Ezt Öreghegyen mondtad, igen, és igen. Hozzátetted, hogy harmonikus egységet jelent, mint mikor a szőlő megszületik, de ez vonatkozik arra is, ahogy ti a Fehér Szövetséget létrehoztátok. Mert ez is egy harmonikus egységet képez a mai napig, el fogunk jutni addig, hogy miért is mondom ezt, hiszen egy fantasztikus történet, és azt gondolom, hogy példaértékű, mert hogy amikor 2009-ben megalakultatok, akkor nem gondolta volna szerintem senki, hogy utána jön az Alba Regia Civitas Fehér Testvériségrend, a Fehér Mag Egyesület, a Fehér Szövetség Mozgalom önmagában, a Rákóczi Szövetség, a Szent György Lovagrend és a Trianon Társaság mind-mind Fehér megye, és ez egy olyan összefogást sejtetett már a megalakuláskor, ami egy kicsit jobban rávilágít arra, hogy igenis kell, sőt, a múlttal foglalkozni, ami nem azt jelenti, hogy a múltban révedezünk, hanem nagyon is ismét felszínre hozni mindazt, ami a magyarság történelmét jellemzi. Így van, mert Kassai Lajosnak van egy idevágó mondata, hogy nem azt kell utánozni, amit az ősök tettek, hanem azt kell követni, amit az ősök követtek. Tehát számos alkalommal hangsúlyoztam én is, hogy múlt nélkül nincs sem jelen, sem jövő. Tehát múlt ismerete hozzátartozik ahhoz, hogy az ember a jelent élhető módon élje meg, és a jövővel pedig hát úgy tudjon gondolkodni, hogy az unokáinak is, vagy dédunokáinak is megfelelő környezetet teremtsen, vagy lelki egységet hozzon létre. A Fehér Szövetség az erősen úgymond ez a tizedes rendszerelvű módon indult el, és ebből következett, hogy akkor megkeressük azokat a szervezeteket, akik ugyancsak a múlt és jelen és jövő szerves egységében gondolkoznak, tehát ezek, akiket felsoroltál, Rákóczi Szövetség, Trianon Társaság, Szent György Lovagrend, mindegyik valamilyen történelmi múltból eredezteti saját létezését. Tehát mi úgy gondoltuk, fogjuk ezt össze, és alkossunk egy olyan szövetséget, amit nem kell bejegyezni sehol. Ez a szövetség legyen a mi eskütételünk szövetsége.
amelynek persze bejegyzett szervezetek és nem bejegyzett közösségek is lehetnek tagjai. Hogy fogtatok hozzá? Hiszen egyik oldalról nyilván nagyon sok hasonlóan gondolkodó embert szólítottatok meg ezzel, másik oldalról ennek ellenére olyan programokat kellett megvalósítani, kitalálni, visszatekinteni, amelyek kellően vonzóak ahhoz, hogy ne csak egy akció legyen ez a történés. Igen, igen, ez nagyon lényeges gondolat. A mi gondolatunk az, hogy nem hatalmas nagy durranásokat kell, esetleg tömeges rendezvényeket megcélozni, hanem kitartó mindennapos hagyományokat kell úgymond teremteni, pontosabban olyan eseményeket teremteni, ami hagyománnyá tud válni az idő rostáján áthaladva, végül is mégis hagyomány lesz, és mások is átvehetik, ami már éppen leköszönünk erről a lehetőségről. Tehát gyakorlatilag, amikor ugye a Magyarok Szövetségében kezdtük még a mozgalmi életet, akkor mi a 108 településből az egyharmadában, tehát egyharmadában, 36 településen tizedet alakítottunk. Tehát ez a kapcsolat a megyében szerteágazó lett. Majd itt megkeresve a helyi, főleként Fehérvárot bejegyzett szervezeteket, végül is sikerült őket meggyőzni, hogy fogjunk össze, és teremtsünk olyan példát, ami követhető, elfogadható, és segíti a múlt, jelen, jövő szerves egységében gondolkodást. És ez vezetett az Országzászlótér helyreállítási programjához, a Székelykapu felállításához, a Fejér kemencéhez, a Felsővárosi Általános Iskola udvarán, majd a Horthy szoboravatáshoz Csókakőn, később pedig a különböző vásárok, ha emlékszel rá, rengeteg vásárt szerveztünk egy időben, amikor még ez újdonságnak és más minőségnek minősült, viszont azóta ez tulajdonképpen az élet fölülmúlta, hiszen ma már nagyon, hogy mondjam, a karácsonyi, ünnepi vásárok már gyakorlatilag abban a lelkiségben születnek Fehérvárott, amit mi akkor még újdonságként kezeltünk a botonnapi vásárral, vagy más, például a Soponyai Nagyláng, vagy a Csókakői Várnapok. Ez fontos, amit mondasz, mert a lelkiség, illetve a történelem ismerete, amiben hiányt szenvedtünk a II. Világháborút követően a rendszerváltásig, mármint az a mély ismeret, ami azt hiszem, hogy fontos, a magyarság történelmi és egyéb kultúrájában egyaránt, az hiányzott. Hogyan lehetett bevonzani a fiatalokat ezzel a 21. századi kifejezéssel élő? Hát ez a legnehezebb, ma is az egyik legnehezebb tématerület. Tehát nemrégen volt Bedő Imre a vendégünk, aki az Apák klubját alapította, és mostanában több média szereplőként is, többféle média szerepben is föltűnik. Hát az igazság az, hogy mi itt találtuk meg a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat, akik tudatos közösségépítéssel nem a teljes fiatalságot, de a fiatalságnak a nemzettudatosabb rétegét most már azt kell mondjam, hogy nagyon sikeresen bevonzották és működtetik a programjaikat. Tehát nekünk célunk volt, hogy őket feltétlenül felkaroljuk, ugyanis semmilyen média hír nem jelent meg róluk, ebben kivételes Fejér megye. Tehát nem csak ők, de más területen is sikerült nekünk, a Fejér Szövetségnek elérni, hogy rendszeresen megjelent a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom a hírekben. Most ez ösztönös volt-e, vagy volt-e tiltás, én ebben nem foglalkozom. Az eredmény az volt, hogy miközben máshol és a mai napig a Facebookon letiltják a 64 vármegyei ifjúsági mozgalmat, a közben itt Fejér megyében minden további nélkül lehet beszélni erről a mozgalomról. Igen, hát mert ez tudatos ebben az értelemben, hiszen tudatos az ő történetük is. Pontosan. A ti segítségetekkel. Viszont mennyire tudatos az alap és felépítmény, bár ez a marxizmusból ered, de ettől függetlenül kell, hogy legyen alap, és amire aztán építkezni lehet. Tehát ők az alap. Viszont hogyan sikerült tágítani, hogy a közhöz is eljusson mindaz, amit ti gondoltok? Hát ez volt az a módszer, amit említettünk, hogy nem az egyszeri események voltak a központban, hanem a rendszeres, folytonos élet
környezetteremtés. Tehát az egyik mindenképp a hét vezéresték, amelyek úgy szoktam fogalmazni, hogy a szívdobbanásai a Fehér Szövetségnek minden héten megdobban, és folytonosságot jelent a kapcsolatrendszerben, nem csak a tagság, nem csak a pártolók, nem csak a szövetségesek, hanem bárki részére, hiszen olyan témákat érintünk, amelyek a mindennapi életben fontosak, illetve a múlt jelen jövő kapcsolatában és is lényegesek. Nem csak politikai kérdésekről esik szó, nem, hiszen idős most már 580-valahanyadik, így a Királykút emlékházban, és azért mindig ott vannak, mert hogy sikerül megnyerni olyan szakembereket, akik hitelesek is. Ez egyébként fontos? Hogyne. Egyrészt sikerül azokat is bemutatnunk, akik nem kapnak különösebben, vagy nem ismertek annyira, viszont ahhoz, hogy ők ismertséget szerezzenek, vagy eljussanak a közekhez, az olvasóikhoz, látogatóikhoz, ahhoz kellenek olyan emberek is, akik már kivívták, hogy egyébként is sikeresek vagy nevesek, ismertek a közvéleményben. Tehát ebben egyensúlyt kell teremteni. Ismeretlenek és ismertek egyensúlya. Melyek egyébként a csapatépítés kritériumai? Hiszen nyilvánvaló, hogy van egy bizonyos korosztály, akik annak idején összefogtatok és ezt megalakítottátok. Van a 64 vármegye, az Ifjúsági Szövetség, és hogy van közben. Tehát kik azok, akik, hogyan lehet meggyőzni az embereket, hogy igenis fontos egy kicsit a múlttal olyan szinten foglalkozni, ami a hatással van a jelenre és a jövőre is. Én azt hiszem, hogy ebben azok a rendszeres események, amiket hagyományként teremtettünk az Országzászló téren, vagy a Székely kapunál, a Székely Szabadság napján, hiszen az avatáson itt volt a Székely Nemzeti Tanács elnöke is, azért nem minden Székely kapu avatásra jutott el a Székely Nemzeti Tanács elnöke, vagy például a testvérváros, akkor egy éve testvérváros Csíkszered a polgármestere, Rádúj Robert Kálmán is személyesen erre a napra utazott el. Tehát ezek az események, amelyeket mi úgy alkottunk meg mindig, és úgy éltük meg, mint egy lelki feltöltődés. Minden egyes esemény, minden hétvezéres, szakrális keretrendszer szerint zajlik, nyitánytól a zárásig, minden botonnapi vásár így zajlott a nyitástól a zárásig, minden egyes esemény az Országzászló téren ugyanígy valamilyen lelkiséget tükröz. Tehát azért az utóbbi időben, ha megnézzük, minden erőfeszítés nélkül már több száz ember vesz részt a június 4-i megemlékezéseken, amelyen régen 10-20-30 fővel vettünk részt. Igen. És ez teljes önerőből történik, semmilyen kötelezettség, bármilyen külső kényszer nélkül. Tehát ezek azok, amik végül is felkeltik az emberek érdeklődését, hogy kik ők, mit csinálnak, mi a szempontjuk, igen, mi az összetartója. A Székely Fesztiválokon figyelek fel arra, hogy egyre inkább vonzó. Eddig csak divat volt, és ez talán rossz szó a székely nemzettel foglalkozni, de én azt gondolom, aki egyszer is átlépte a Rubikont, ha úgy tetszik, és elindult Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, vagy teljesen mindegy, hogy melyik települést mondom, az rájöhetett arra, hogy ez egy egészen más világ. A fiatalok tisztában vannak azzal, hogy az övék is, ez ilyen értelemben egy küldetés, hogy azt fogják továbbvinni, amit ti kitaláltatok és megtanítottatok nekik? Mármint, hogyha a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomra gondolunk, hiszen ők azért a szerves kapcsolatunk, akkor ők azért egy teljesen külön világot képviselnek. Ez is a szövetség lényege, hogy bár számukra sokkal fontosabb lehet egy radikálisabb megjelenés, egy radikálisabb fellépés, számunkra pedig sokkal inkább a folytonosság az, ami a szempont. Ennek ellenére természetesen nagyon remélem, hogy például az Országzászló Védnöki Testület kérdésében, ha mi úgymond 60-as generáció kiöregszünk, a fiatalabb tagjai a testületnek, és hát a fiatalság, akik a pártolói közösségünkben vagy tagságunkban vannak, azok ezeket a programokat tovább viszik. Tehát az Országzászló Védnöki Testületet kifejezetten úgy alakítottuk meg, amelynek elfogadta
a polgármester is, hogy az alapító okirata szerint a mindenkori polgármester a tagja, mármint tiszteletbeli elnöke. Tehát nem személyesen most Cserpalkovics András a tagja, hanem aki a polgármesteri tisztséget viseli. És hát ezek olyan jövő bemutató kérdések, amik fölkelthetik az egyszerű közemberben is azt a kérdést, hogy miért is van arra szükség, hogy egy országzászlóvédnöki testület működjék, és egy az ország zászlajának tiszteletét őrizzük, és hát persze a testület nem csak ebben foglalkozik, hiszen a királyi emlékhelyen, a királyi síroknál is mi vettük át a sajnos harmadik Béla lovagrend által a feloszlása miatt abba hagyott hagyományt, és az is most már, ha az ő idejüket vesszük, ez az úgynevezett fanfár királyainkért című eseménysor, hát az is most már a Fejér Szövetség gondozásában működik. És az így van rendjén egyébként, mondom én, annál is inkább, mert hogy hadd idézzem a hétvezér estékhez, térjünk vissza, ugye a kiemelt terület a magyar történelem az őstörténettől napjainkig, és a Fejér Szövetség alapvetése, ahogy ti fogalmaztok, hogy hazánk történetén belül a fehérváriaknak a királyi város Székesfehérvár története legalább annyira fontos, mint Magyarország történelme, illetve a magyar nemzet eredete, küzdelme és műveltségének alkotó ereje. Tehát ez a sokszínűség, ez a teljességre való törekvés azt hiszem nagyon sokat segít abban, hogy ez egy népszerű előadás sorozat legyen. Igen, de hozzáteszem, nem csak a történelem, nem csak a múlt, jelen, jövő kérdései történelmi szempontból hangsúlyosak a hétvezér estéken, hiszen itt a gyógyászattól kezdve az egészségvédelem, a környezetvédelem kérdései, például legutóbb a fenntartható fejlődés kérdéskörét jártuk körül Szigeti Tamással, aki ebben elég sok írományt adott a világnak. És hát a kultúra, a zene, a művészet, a népi, és nem csak népi, tehát kortárs művészet is jelen van a hétvezéresték programjában. Tehát igen, arra törekszünk, hogy az élet minden lényeges területét próbáljuk kis mintában itt egy helyi közösség számára bemutatni, átéletni velük, együtt gondolkodni kérdésekről, megvitatni. És hát ebből med itt a Fejér Szövetség is, amikor közéleti aktivitást folytat, tehát tiltakozik, vagy éppen támogat. Igen, hát a 21. század ezt jószerivel megköveteli. Igen, hogy igen. Hogy nyitott szemmel járjon az emberfia. Ugyanakkor nagyon fontos volt, még visszaemlékszem rá, a kitalált középkor és az Attila István előadás sorozat is. Hát igen, azt én tartottam. Azt te tartottad, de valóban. Hogy lehet elmélyülni ilyen kérdésekben, hiszen az emberfi azon gondolkodik, hogy aki mondjuk mezőgazdasági gépkarbantartás és diagnosztizálás eszközei és berendezései, ez is a te műved. Nem, az névrokonom. Az a névrokonom? Az névrokonom, aki a mezőgazdasági témájú könyveket írogatta. Akkor ezt elhibáztam, de se baj. De hogyan lehet így ezt a kettősséget megoldani? Hát mennyi időt szánsz ezekre az előadásokra, a felkészülésre? Hiszen itt aztán alapvetés, hogy hitelesnek kell lenni. Hát igen, a Attila és István sorozat az kifejezetten egy összefoglalója volt annak, amit közben hát egy 10 éves történelmi kutatással feldolgoztam. Persze, a mindennapi életben a műegyetemi elfoglaltság az meghatározó, tehát ezek az esti időpontok, ezért hosszúra nyúlik, mikor az ember egy másik tématerületre vet szemet. Viszont olyan visszáságokat kellett észrevegyünk, hát nagyon sokan vannak ebben tisztában, hogy megosztottá vált a történelem tudata a nemzettudatos rétegnek is Magyarországon, amelyik szerencsére most elég szépen hízik talán. De megosztottá vált Koppány István vita, Attila István összehasonlítás, és a legmagasztosabb dicsőítéstől a mélybe zuhanásig
változnak a vélemények. Tehát mondjuk, ha az európai Attila képre gondolunk, az valami elképesztő. Ugyanúgy, ahogy a magyarországi Koppány István viták során Istvánt elítélő vélemények is elképesztők tudnak lenni. És hát ezért született meg ez az előadás sorozat. Azt kell mondjam, hogy bizony történészekkel is, mai történészekkel is vitába tudnék szállni. Annyira belemélyedtem ebbe a kérdéskörbe, tehát dokumentumok, történelmi oklevelek és levelezések alapján furcsállom, hogy tényként kezelnek olyan kérdéseket, például Istvánnal kapcsolatban, amik egyáltalán nem tények, az elejétől fogva feltételezésként születtek csupán meg. Igen, kezemben tartok itt most egy táblát, ezt közelről sajnos nem tudom megmutatni, de önmagában a felirat, hogy soha ne kételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis csoportja megváltoztathatja a világot. Valójában ez az egyetlen működő módszer. Igen. Ez hittel valljátok, ezt ugye? Úgy gondoljuk, hogy sokkal többet ér egy nagy felvillanásnál a folyamatos parázs. Ugye mindig az jut eszembe, Nemeskülti Istvánnak volt egy gyönyörű könyve, többek között a Hamu a parázs alatt, tehát pontosabban, bocsánat, parázs a hamu alatt, tehát mi úgy gondoljuk, hogy a parázs az az, ami világot változtat és teremt, hogy mikor lángol föl, a türelemmel megvárjuk mindig a pillanatot. Ezt bizonyítja ez az emlékplakett is, ezt szintén azért megmutatom. Hát ez is ez egy 10 éves küzdelem volt. Fehérvári ereki és országzászlóért, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ma már dísze, ha úgy tetszik, a városnak. És soha nem gondolta volna senki, hogy ott a poros, romos Fehérvár kellős közepén egy ilyen csoda létrejön. Nos, hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a ti szerepetek a jelenben is, mert hogy egyszerűen hiányozna a Fehér Szövetség és a 64 vármegyi ifjúsági mozgalom és az összes többi, mert hogy ez így kerek a világ, és soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy ezt az elvet ti képviseljétek. És ennek tükrében én Gárdonyi Gézával búcsúzom tőled. A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer csak megmordulnak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm, hogy figyelmet kap a szövetségünk. Kedves nézőink! A fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bor Ferenc volt, a Fehér Szövetség társelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátás! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.